Mindenkinek sziasztok! Ebben a mai videóban egy újabb 100 amperórás lítium vasfoszfát akkumulátort fogunk letesztelni, ami a Sanfu gyár terméke. Ez az akkumulátor ugye készeszerelten érkezik, jól becsomagolva érkezik, mint ahogy ezt megszokhattuk ebben a, hát nem hungarocell, hanem ebben a szivacsos polifóm jellegű dologban. Ugye kapunk hozzá rögzítő csavarokat, mármint az aksisarúhoz, valamint egy ilyen kis szigetelő valamit is a vezeték végére, ugye a pozitív-negatív pólusra, illetve kettő darab könyvecskét, az egyik a leírás, a második a használati útmutató. Ugye a használati útmutatóban ilyen általános biztonsági dolgokat találunk, hogy mit ne tegyünk, meg mit tegyünk, ami igazából érdekesebb ugye az a maga a leírás, amiben a technikai paramétereket találjuk. Egyébként így összeszerelésre jónak néz ki, ha jól nézem, akkor még bontható is. Itt a ilyen kis csavarok le vannak viszont dugózva, de hogyha nagyon muszáj lenne, akkor akár szét tudnánk szedni, és bele is tudnánk nézni, de úgyis meg fogjuk mérni majd a kapacitását, hogy hát tudja ezt az ígéretet, amit ugye ígér a gyártó. Egyébként itt a terminálokon ilyen kis műanyag kupakokat kapunk, ugye igényes rész terminálok vannak rajta, semmiféle okos kijelző nincs, ugye kapunk egy ilyen gurtni hordozószíjat, illetve az akkumulátor olyan 12 kg környékén van, de mindjárt nézzünk is bele akkor itt a kis könyvecskébe, ebbe a leírásába, hogy milyen paraméterekkel rendelkezik. Ugye több nyelven találjuk mind a használati útmutatót, mind pedig ezt a kis leírását. Ugye lítium vasfoszfát cellákból áll, mint az itt látszik a legelején, 12,8 volt a névleges feszültsége, 100 amperóra a nominál, tehát a, ugye a névleges, illetve a használható kapacitása is 100 amperóra, és 1280 wattórát jelent ez nekünk a gyakorlatban, és a maximum kivehető teljesítmény ugye 1280 watt, a BMS-ünk 100 ampert tud, és ezt, mint látom, oda-vissza irányban, tehát mind töltés, mind pedig merítési irányban tudja. Töltési feszültségünk az 14,6 volt, életciklusnak 5000 ciklus jelöl meg a gyártó, ugye IP55-ös védelmet kapunk a szaksira, ami azt jelenti, hogy bár nem vízálló, de a fröccsenő és az alacsony nyomású vízsugár ellen, illetve a por ellen védett. A töltési áramunk az 20 amper, tehát 0,2 C-vel érdemes tölteni, de maximálisan akár 50 amper fogadására is képes ugye töltéskor, de 20-at ajánlanak igazából. A maximális merítési áram az 200 amper, tehát 5 másodpercig akár 200 ampert is ki tudunk belőle venni. A belső ellenállása 0,2 megohm, továbbá itt láthatjuk a dimenzióit, hogy 33x17,2x21,5 cm, és a súlya pedig 11,5 kg. ABS műanyagból készül, hát itt láthatjuk ugye a különböző működési tartományokat hőmérsékletben, ugye tölteni tudjuk 0 fok felett, ahogy már megszokhattuk a lítium vasfoszfátoknál, és illetve meríteni tudjuk mínusz 20 fok és plusz 60 között. Itt a tárolási hőmérséklet meg mi egymás, és 8 M8-as méretű csavarral rendelkezik. Na hát ennyit a technikai paraméterekről, és akkor nézzük is a szokásos merítési tesztet, ugye a kapacitás tesztet, hogy mennyit is tudunk kivenni ebből az 1280 wattórából a gyakorlatban. Ehhez ugye segítségemre lesz ez a 1200 wattos hősugárzó, ami körülbelül ugye 12 volton már közel ezt a 100 amperes teljesítményt fogja hozni, ami a maximális kivehető árama. Természetesen ezt egy ilyen 1500 wattos inverterrel fogjuk kiszippantani belőle, úgyhogy mindjárt gyorsan össze is szerelem, és akkor nézzük meg, hogy mit mutat az óra, vagy mit mutatnak a számok a gyakorlatban. Egyébként, mint említettem, ugye maga az aksi szerelhető is, a legtöbb akkumulátornál ugye itt le van heggesztve, vagy ilyen össze van sütve maga az alja tetejével, ennek viszont itt 4-4 vagy 5-5 csavar található, ami ilyen kis műanyag kupakokkal le van kupakolva, vagy le van dugózva, úgyhogy én most ezt nem szeretném kifezgetni, főleg azért, mert láttam már az interneten, más már ezt megtette helyette, majd egy kis nittet ide bevágok, hogy látszik, hogy 4, vagyis 2x4 cella van benne, tehát összesen 8 darab cella, ugye 2 párhuzamosan, és akkor 4 sorba kötve, ugye így kapjuk meg a 12,8 voltos névleges feszültséget, és a BMS pedig itt a tetején található. Van, amelyiknek van itt az elején még egy kis kijelzője is, ugye
ami a feszültségét mutatja. Ennél a modellnél ez nincs meg, de igazából ez nekem nem is nagyon jelentős itt a teszt szempontjából. Na, úgyhogy megyek is gyorsan, akkor itt összekötöm az invertert, és akkor nézzük az órát. Na, összeállt a konfigurációnk. Itt van ugye a jól ismert 1200 wattos hősugárzó, ami ilyen halogén fűtőszállal rendelkezik, és így nem fog kibe kapcsolgatni, ugye 400-as lépésekben lehet állítgatni. Hogyha 1200 wattra kapcsoljuk, akkor körülbelül ez ilyen, hát szűk 100 amper, ugye 12,8 volttal számolva, vagy ha csak 12-vel számolunk szimplán, akkor ugye plont 100, de nyilván egy picit kevesebb lesz. Az inverterem csak 1500 wattos, úgyhogy hát többen nem tudom sajnos megterhelni, tehát a pillanatnyi 200 amperes terhelés azt nem tudom kipróbálni, de így körülbelül 1C-vel fogjuk terhelni, és akkor hát mindjárt be is indítom a tesztet, viszont mindjárt mérek egy feszültséget, ugye így kaptam meg az akkumulátort, ilyen feszült, tehát nem tudom, hogy mennyire van feltöltve, 13,1 volt van benne. Igen, úgyhogy egy picit fel fogom tölteni itt a kis labor tápegységémmel, és akkor adunk neki 14,6 voltot, ugye, amit itt beállítok rajta, és akkor feltöltjük teljesen, azután pedig induljon a teszt. Hát rögtön van egy kis probléma, ugyanis túl nagy a csavar feje, és ez a kis korki csipesz nem tudom rá csipeszelni, úgyhogy a töltés erejéig az inverterről fogom levenni a kábel második végét, és oda fogom csiptetni. Adjunk neki egy kis időt, aztán jövök vissza. Na, hát átcsúsztunk egy másik napra, ugyanis hát délután kezdtem el a videózást, meg mire feltettem töltőre, hát nem gondoltam, hogy ennyire le van merülve, úgyhogy még este 11 órakor is ránéztem, és akkor is töltődött, úgyhogy így elnapoltam a dolgot, de már most így reggelre feltöltődött, már 14,6 volton megállt itt a kis labortápegység, úgyhogy most már indulhat a hősugárzó, és nézzük a kapacitást. Na, bekészítem ide az órát, ugye lenullázva, bekapcsoljuk az ampermérőt, na így 62 amper, ugye 800 watt, durván. Na hát nézzük meg így akkor, hogy mit mutat. Na hát lezajlott a teszt, igazából 1 óra 33 percig ment, ez hogyha összeszorozzuk ugye durván másfél óra, ugye 800 watttal, ez 1200 wattóra, egy pár perccel még tovább is ment, tehát az 1280 wattórát hozza, amit ígérnek, tehát tudja azt a kapacitást, ami rá van írva. Nyilván itt volt egy kis feszültségesés, igazából nem is a BMS kapcsolt le benne, hanem az inverter ítélte meg túl kevésnek ezt a feszültséget, már valószínűleg ezen a kábelen volt egy pici feszültségesés, de a, hát hogyha a 10 voltot durván ugye 9,88 voltnál állt meg, 9,7-nél, tehát hogyha a 4-es cellapakra ezt elosztjuk, akkor már a cellánkénti feszültség olyan 2,5 voltra jön ki, tehát itt már azért érdemes szerintem abba hagyni a fogyasztást, úgyhogy így megvan az 1280 wattóra, ugye a 800-at másféllel megszorozzuk, akkor az 1200 wattóra, plusz még volt ugye egy pár 3 percünk, tehát megvan az 1280 wattóra. Hogyha az okos konnektoron nézzük a fogyasztást, akkor kerek 1 kW-nyi jött ki belőle, mármint az inverteren. Nyilván ez azért van, mert ugye az inverter hatásfoka nem 100%-os, hanem olyan 80 körül, és így a 220-as részen csak olyan 1 kW-ot tudunk kivenni, de hogyha ugyanezt mondjuk egy csónakmotorral, vagy egy lakóautóban 12 volton szeretnénk elfogyasztani, akkor ki tudjuk belőle venni a maximális kapacitást. Úgyhogy összességében az akkumulátor jól vizsgázott,
Korábban egyébként kipróbáltam 100 amperrel is, ugye 1200 watton, azt is bírta, de ahhoz egy kicsit hosszú távon nem akartam meggyötörni, mert ez a kábel ahhoz vékony. Igazából úgyhogy, de a 100 ampert is ki tudja adni magából, gond nélkül, amit ígér a BMS, úgyhogy bátran használhatjuk lakóautóban, csónak motorhoz, vagy bármilyen ilyen 12 voltos fogyasztóhoz, akár inverterrel, akár direktbe 12 volton fogyasztjuk el. Egyedül már csak azt kéne megoldani igazából a gyártóknak, hát sajnos egyelőre még nem gondoltak arra, de mivel itt közvetlenül a gyártóval vagyok kapcsolatban, majd azért írok már nekik egy kis véleményt, hogy jó volna, hogyha csinálnának egy olyan BMS-t, ugye házba kapható 48 voltos BMS-eknél már létezik olyan BMS, ami tudja az adott aksipak töltőáramát korlátozni, és ha még akár csak tennének bele egy ilyen 10 amperes korlátot, akkor ez nagyon jól jönne töltéskor, mondjuk egy kapcsolóval, ami kibe kapcsolható lenne, vagy ott adott esetben egy csatlakozóval a D plusz jellel vezérelve, hogy ne égessük le az autón generátorát, és ne kelljen venni egy DC-DC konvertert, hogyha ezt beépítenének bele egy ilyen BMS-t, akkor tényleg lakóautóban ilyen volna, nem kéne tényleg DC-DC konverterre kínlódnunk, meg nem kéne féltenünk a generátort, úgyhogy majd írok azért egy kommentet a gyártónak. És a legfontosabb tényező ugye maga az ár, ez az akkumulátor 230 euróba kerül, ez ugye hozzávetőlegesen mostani árfolyamon számolva olyan 87 ezer forint, és ugye ez tartalmazza a postaköltséget, illetve nem kell rá külön vámot, illetve áfát fizetnünk, mivel németországi raktárból küldik, és tényleg egy pár nap alatt megérkezik maga az aksi, a posta futár hozta ki, ha jól emlékszem, úgyhogy én bátran ajánlom ezt, a videó leírásába természetesen beteszem a vásárlási linket és egy kuponkódot, amivel még ebből az árból egy kicsit le tudtok faragni, úgyhogy ha akkumulátor vásárlásban gondolkoztok, akkor jó választás lehet ez a Sunfu. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, tartsatok velem legközelebb is, minden jót nektek, sziasztok!